Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A témánk azért nagyon fontos, mert nem csak a párkapcsolatokban, hanem az egész életünkben szerepet játszanak azok a minták, amelyeket az édesapánk és az édesanyánk által kaptunk. Ugye egy nagyon fontos biológiai alap, hogy 23 kromoszómát az édesapánktól és 23 kromoszómát az édesanyánktól kaptunk. Az emberi testi sejt 46-os kromoszóma száma így jön ki. Ennek következtében már genetikai értelemben is nagyon sok mindent kapunk a szüleinktől, illetve ők képezik a létünk alapját. És ezek után jönnek azok a, hát ugye gondoljunk csak bele, egy picit próbáljuk meg végigkísérni egy kisbaba fejlődését, hogy hogy is történik mindez. Ott vannak először is a gesztusok. A gesztusok, amelyek abban a pillanatban, hogy a gyermek már a szemével eljut odáig, hogy követi mondjuk a saját ujjacskáját, vagy az édesanyja arcának, vagy a hangjának a követése bekövetkezik, onnantól kezdve ő figyeli az édesanyja arcát. És az arcán a különböző mimikai megjelenések, a mosoly, a szomorúság, az egykedvűség, a esetleges harag, ezek mind meglátszanak. Természetesen ugyanígy az édesapán is. De ne felejtsük el, hogy az első 3 év az egy nagyon erős szimbiózisban van még az anyukájával. Minden gyermek, mindenki. Tehát én is úgy voltam, mindenki így van. És ők, mármint hogy a nők, ilyen szempontból nagyon erőteljes, meghatározó analógiát képviselnek. Minden lánynál a viselkedésben, a gesztusokban nagyon erőteljes mintázatot jelent az édesanyja, és a kisfiúk számára a későbbiek során ezek a mintázatok, ezek szerepet játszanak a társválasztásban, tehát a partnerkeresésben. Fordítva, későbbiek során, amikor már a kislányok jobban megfigyelik az édesapjukat, milyen erős, milyen nagy, mennyire biztonságot árasztó, vagy éppen nem, és onnantól kezdve a lányok azokat, hát most gondoljunk bele, hogy miért tud például az úgynevezett házasságon belüli italozás újból és újból nagyon nehéz problémaként megjelenni, mert hogyha egy szülői párkapcsolatban mondjuk az apa ivott, akkor később a lány valami félelmetes módon beválasztja az alkoholizmusra hajlamot mutató, vagy akár már alkoholista férjet, vagy férjjelöltet. Tehát a lányok az apjukat keresik bizonyos szempontból minden férfiban, és a fiúk meg az anyjukat minden nőben. Ugyanakkor a lányok az anyukájukra próbálnak hasonlítani, egészen addig, amíg valamilyen oknál fogva nem kerül egy nagyon erőteljes rivalizáció a két nő közé. Például az első rivalizáció az a mind a ketten szeretik, mondjuk teszem azt a papát. És akkor az egyik nagy kérdés, hogy kié lesz a papa? Hát természetesen a feleség az más viszonyt ápol az édesapával, a férjével, de a kislány az meg úgy gondolkozik, hogy én biztos jobb felesége lennék apának. Ebben semmi szexuális dolog nincsen még, ez egyszerűen csak egyfajta kisajátításra való törekvés
a gyermek részéről, és ugyanez a rivalizáció természetesen későbbiek során megvan a gyermek, a fiú gyermek és az édesapa vonatkozásában, és a fiú gyerek nem is sokat teketóriázik, olyan 6-8 évesen már, de lehet, hogy már hamarabb is kijelenti, hogy anya, ha megnövök, akkor én veszlek majd el feleségül. Tehát ezek ilyen teljesen természetes folyamatok, hogy aztán később ezeket levetkőzzük, meghaladjuk, és ezért is majd egy picit jobban szeretném hangsúlyozni, lesz majd egy olyan cím, egy olyan anyag ebben az úgynevezett párkapcsolati sorozatban, amelyben az élet ritmusairól és az élet ritusairól szeretnék beszélni, hiszen ezek is nagyon fontosak és meghatározóak. De térjünk vissza az egészen kicsi gyerekkorhoz. Ugye abban a pillanatban, amikor a kisgyerek már kezd, hát mondjuk 2 éves lenni például. Most mondtam egy számot, de ez nincs kőbevésve, ez lehet kevesebb, lehet több. A szülők elkezdik a gyerkőcöt nevelgetni. Hát, mit tudom én, oda viszik neki a bilit, hogy ebbe pisülj, ebbe kaki, ugye ez már egy nevelés. És a gyerek számára pedig úgy jelenik meg, hogy anyának és apának ez nagyon fontos, ha állandóan ezt mondja. És ha sokáig kudarc jelenik meg, tehát neki nem sikerül, akkor azt érzi, hogy ő nem tud megfelelni az édesapjának vagy az édesanyjának. És onnantól kezdve a gyerek elkezd szorongani. Mert minden kicsi gyermek ösztönösen érzi, hogy az életbe való felnövéshez még jó pár évig szüksége van az apai és az anyai védelemre és támogatásra. Tehát mindannyian, amikor kicsi gyerekek voltunk, harcoltunk a szüleink szeretetéért, elfogadásáért, figyelméért. És ez egy teljesen természetes dolog, és ezt úgy megtanultuk, hogy ez bennünk marad. Később is harcolunk, amikor már felnőttek vagyunk, mások figyelméért, elfogadásáért. Ugye miután eleve úgy növünk fel, hogy fontos az anyánk és az apánk rólunk alkotott véleménye, ezért van az, hogy nagyon nehéz függetleníteni magunkat később más felnőtt emberek véleményétől. Mert ez a szerepjáték, hogy tehát minden olyan férfi és minden olyan nő, aki egy kicsit hasonlít az apa vagy anya képünkre, az később felnőtt korunkban könnyebben tud minket befolyásolni, mert bizonyos értelemben azonosítjuk őket az apánkkal vagy az anyánkkal. Nem arról van szó, hogy meghűltünk, hanem arról van szó, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolgot kérek, örökre megjegyezni. A tudatos az nagyon picike, a tudattalan meg óriási. Ennek következtében ezek a régi, belénk ivódott mintázatok, gesztusok, elvárások, értékrendek, tehát mindaz, ami a szocializációnk része, az a későbbiek során sokszor tudattalanul működik. És belevisz minket olyan helyzetekbe, például olyan helyzetekbe, amelyeket meg kellene haladnunk, amelyen túl kellene lépnünk. A felnőtté válásunk, tehát az önállóságunk, ugye ez egy nagyon fontos dolog, nagyon sokáig a gyermek nem önálló. Hát gondoljunk bele, hogy amíg az édesanyja szoptat, addig a gyerek olyan értelemben sem önálló, hogy nem étkezik önállóan. Csak az anya tejet kapja. Később rászoktatjuk, hogy kezdjen el mondjuk főzelékeket is enni, vagy mit tudom én, gyümölcsöket is enni. És akkor hát ezzel, mint egy bevezetjük őt
táplálkozási értelemben az életből. A későbbi bevezetés az életbe az az, amikor bemutatjuk őt, amikor elvisszük rokonokhoz, nézzétek meg a kis Mikit, vagy a kis Ilonkát, ez az én imádott kislányom, stb. 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 És az a gyerek számára nagyon fontos, hogy ott abban a környezetben őt hogy fogadják el. Mindenki oda van érte, vagy hát jó van, ő az Ilonka, kész, oké, ugorjunk. Tehát nagyon-nagyon meghatározóak ezek az élmények. Később ezek már nem tudatosan lesznek meghatározóak, hanem tudat alatt. Tehát ha éri valamilyen súlyos eset az édesanyánkat, vagy az édesapánkat, legyen ez egy baleset, vagy mindegy, bármilyen súlyos történés, az a gyerek számára rögtön egy nagyon-nagyon mély aggodalmat fog kiváltani. Miért is? Hát mert a saját élete is veszélybe kerülhet azzal, ha az anyukájának az élete, vagy az apukájának az élete veszélybe kerül. Tehát minden ilyen helyzetet, amit a szüleinken keresztül megtapasztalunk, megélünk, az a későbbiek során ugyanúgy folytatólagosan hat ránk, és minden hasonló helyzetben bekapcsol a régi élmény. Nem tudom, hogy elég érthető vagyok. Ezért van az, hogy nagyon sokszor saját magunk is széttesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy nem értem magamat, hogy hogy kerülhettem ebbe a helyzetbe, vagy súlyosabb esetben esetleg azt mondja az ember, hogy lehetek ilyen hülye, hogy egy ilyen helyzetbe kerülök. Hát itt a magyarázat, hogy ezek a régen megélt helyzetek, ezek hajlamosak arra, hogy bizonyos hasonlóságok felismerésével ismétlődjenek, megismétlődjenek. Most persze felmerülhet a drága nézőben, hogy hát de miért? Hát azért, mert minden olyan helyzet, amelyre nem találtunk megoldást, és feszültségként maradt bennünk, az továbbra is vár. Tehát az olyan, mintha félre lenne téve, hogy jó, hát akkor most ebből nem tudtál levizsgázni, de majd jön egy következő élethelyzet, és akkor ott alkalmad lesz rá, hogy levizsgázzál. Tehát igazából véve a fejlődésünknek egy fontos alapja, hogy ismétlések azért keletkeznek, mert ha nem oldjuk meg őket, ha nem dolgozzuk fel őket, ha nem jutunk el a helyzet kezelésével kapcsolatos békesség állapotba, nyugalom állapotba, hanem továbbra is stresszel minket a helyzet, addig jön, addig ismétlődik, még meg nem oldjuk. És ebben a legmeghatározóbb az édesapánk és az édesanyánk szerepe az életünkben. És természetesen az is nagyon meghatározó, hogy az ő viszonyuk, tehát édesapánk és édesanyánk egymással kapcsolatos viszonya, az hogy működött. Tehát az egy óriási pecsét, hogyha mit tudom én, kisgyerekkorunkban elválnak a szülők. Ugye a gyerek rögtön azt fogja megélni, hogy elhagyott az apám. Vagy ha, nehogy Isten, a mama lép ki a helyzetből és lemond a gyerekről, akkor hogy elhagyott az anyám. Ezt úgy is lehet fogalmazni, kicsit rondábban, hogy nem kellettem az apámnak, nem kellettem az anyámnak. Ennek következtében én valójában egy értéktelen valaki vagyok, aki nem kellek az apámnak vagy az anyámnak. Tehát ebből ez egyenesen következik. És a legtöbb önbizalom hiányos állapot mögött ilyesmit lehet találni. De hozzá kell tegyem, hogy nem csak a kicsi korban jelenik ez meg. A későbbiek során is, ugye? Tehát gondoljunk arra, hogy amikor bemegyünk olyan helyzetekbe, hogy mit tudom én, kisfiam, most elmegyünk, meglátogatjuk Gizi nénit, Gizi néni egy nagyon aranyos néni,
de nem volt neki gyereke, így kérlek, hogy nagyon jól viselkedj, és mondja ezt mondjuk az anyuka a 4 éves kisfiának. És akkor elmond bizonyos fajta rendszabályokat, ami, ha úgy tetszik, viselkedési rendszabályok, amelyek azért hangzanak el, hogy a gyerek az a későbbiek során különböző társadalmi helyzetekben beilleszkedjen, és elfogadják őt. Tehát valójában számtalan nevelésben a szüleink azon aggodalma van, hogy minket a társadalom, most nagy fogalmat mondtam, nyilván ezen belül kisebb csoportok elfogadjanak, befogadjanak és támogassanak. Ez egy teljesen evidens szülői törekvés, hogy azt szeretnénk, hogy a gyerekünk mellé álljon, hát ha nem is a társadalom, de a közvetlen környezet, a rokonság, a barátok, az ismerősök, és ezzel nincsen semmi baj. Viszont elkezdődnek azok a fajta kötelezettségek, és ebből sok van, amit a gyereknek meg kell tanulnia, és akkor itt jelenik meg az ő egyéni természete, amire azt lehet mondani, hogy lesz, amit könnyebben csinál, lesz, amit nehezebben. Tehát ha most itt megint az asztrológiát zavarom bele ebbe a történetbe, tehát mondjuk azt mondani egy 4 éves ikrek aszcendensű kisgyereknek, hogy elmegyünk Gizi nénihez, és kérlek, ne nagyon zavarjál ottan, tehát maradj csöndbe, hoztam egy könyvet, olvasgassál. Egy ikrek, egy kis izgőmozgó pocok, akinek mániája, hogy egyébként hallassa a hangját, hogy beszéljen, és be nem áll a kicsi szája. Ugye most Gizi nénit nem biztos, hogy meg lehet győzni azzal, hogy fogadjon el egy ikrek gyereket, de az ikrek gyerek ilyen. És a szülők, hát most mi lesz? Elverik a fenekét? Mert megszólal? Ez körülbelül olyan, mint hogyha azt mondanánk a fenyőfának, hogy ne legyél fenyőfa, hanem legyél diófa, és elverem a fenekedet, hogyha nem leszel diófa. Hát, tehát vannak, jó, ez most egy nagyon erős példa, de nyilván a neveléssel valamelyest lehet befolyásolni, de csak valamelyest. Amikor nagyon-nagyon gyökeresen ellentétes nevelési formulákat akarunk a gyereknek megmutatni, megtanítani, és elvárjuk, hogy ezt meg is tanulja, erre valószínűleg ő nem lesz vevő, és akkor létrejön a konfliktus. Létrejön a konfliktus a vendégségben, létrejön a konfliktus az apával, az anyával, és aztán hát jönnek azok a pillanatok, amikor esetleg egy kamasz gyerek azt mondja, hogy hát az anyám nem szeret engem, vagy az apám nem szeret engem. Egyikük se szeretett engem. A viselkedések okozzák a legtöbb problémát és szenvedést. Le kellene tudnunk választani az egyént a viselkedéséről. Isten embert teremtett a maga képére és hasonlatosságára, mondja a Szentírás. Ebből az következik, hogy az ember és az élet egy örök érték. A viselkedése az megkérdőjelezhető. Ne kössük össze az egyént a viselkedésével. Az egyént fogadjuk el, a viselkedését nem kell elfogadnunk. Ez két külön dolog. Miután itt a párkapcsolatok irányába próbálok menetelni, ugye Párom a tükröm című könyvemből
közlök részleteket. Az egyik legfontosabb dolog, hogy úgy lépjünk be a párkapcsolatunkba, hogy elfogadjuk az anyánkat és az apánkat. Ugyanis, ha nem fogadjuk el az anyánkat és az apánkat, akkor, ugye, ha most én nőből vagyok, és nem fogadom el az anyámat, abból ergo következik, hogy nem fogadom el magamat. Ha én férfi vagyok, és nem fogadom el az apámat, abból következik, hogy én nem fogadom el magamat férfiként. Ha nem fogadom el az ellenkező nemű szülőmet, tehát fiú vagyok, és nem fogadom el az anyámat, vagy lány vagyok, és nem fogadom el az apámat, abból ergo következik, hogy hiába keresek társat, mert úgyis előbb-utóbb rávetítem az apám vagy az anyám képét, és miután azokat nem fogadom el, előbb-utóbb ez a szerencsétlen ugyanabba a helyzet, vagy sorsba fog kerülni, hogy őt se fogadom el. Hogy mi a megoldás? Na, erről majd legközelebb beszélek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Isten áldja önöket, jó hétvégét, viszontlátásra!